Az Úr Jézus Krisztus szeretetével köszöntöm a Budapest Európa Televízió nézőit, Isten hozott mindenkit a képernyők elé. A Szentírásból, a Lukács evangéliumából olvasom a 15. részből, annak is a vége fele első részből, nem a teljes tékozló fiú történetét, mert az igen hosszú lenne, hanem ennek a történetnek a végét, de hogy az, aki ezt esetleg nem ismeri, valamit halljon róla, valami képzete legyen, hogy miről is van szó, dióhéjban elmondom. Egy édesapának két fia volt, és az egyik fiú kikérte az örökrészt, apuka kiadta neki, ő elment és elmulatta a vagyonát. Aztán, mikor éhínség lett azon a vidéken, rádöbbent, hogy elhagyták a barátai, elfogyott a pénze, hogy otthon az ő apjának béresei is jobban élnek, mint ő ott, és elhatározta, hogy hazatér, kigondolta, mit fog mondani, hogy édesapja visszafogadja, bűnt vall, bocsánatot kér, és aztán hazatér, de édesapa örömmel fogadta, nem is engedte meg, hogy elmondja, amit ő tervezett, és levágatta a hízott borjút, és éppen nagy mulatozásban voltak e felett az öröm felett, hogy hazatért a tékozló fiú, miközben az otthon maradt fiú éppen a mezei munkából hazafele jött és érkezett. Innen folytatom a történetet, a 15. rész 25. versétől olvasom. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De apja kijött és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem, még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki paráznanőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott. Nagyon érdekes ennek a tékozló fiúnak a hazatérés történetében az a szóhasználat, az a gondolat, amivel őt illeti édesapja és a testvére. Ugyanis az édesapja fiának nevezi. Az idősebb otthon maradt fiú pedig azt mondja az apjának, hogy ez a te fiad. Nem azt mondja, hogy ez az én testvérem, hanem a te fiad. Annyira haragudott rá, valójában a szívében elképzelhető, hogy éppen ugyanerre vágyott, hiszen említette is, hogy ő is szívesen mulatna a barátaival, csak lehet, hogy neki nem volt meg az a bátorsága, nem volt olyan nyíltan szintvalló, mint az elmenő testvér, mondhatjuk úgy egyszerű szavakkal, hogy képmutató volt. Itt lelepleződik az ő szívének igazi állapota. És milyen jó, hogyha a szívünk, a mi szívünk igazi állapota is lelepleződik Isten előtt. Jó azért, ha megvizsgálja az ember önmagát, olvassuk egy másik helyen a Szentírásban, de én nem ezt mondom, hanem inkább azt, hogy jó, hogyha az ember megengedi, hogy Isten megvizsgálja őt, milyen lélek lakozik benne. Mi az, amit elfedezünk, mi az, amit még magunknak se vallunk meg, mi az, ami tisztátalanság volna bennünk, hogy Isten mutathasson rá, és mutasson is rá, és segítsen, hogy ezt kivethessük, vegye ki, és adjon helyébe az ő drága és szent lelkéből. Legyen ez így, és így van ez minden emberrel, aki megtér, és a megtérés után is, a megszentelődés folyamatában történik ez nap mint nap. Néha kellemetlen, de azért sokszor örömteli esemény ez, hiszen tisztulunk, szépülünk, egyre inkább hasonlatosokká leszünk a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki pontosan ezt mondta, hogy legyetek hasonlatosokká, és legyünk tökéletesek, mint a mi mennyei atyánk tökéletes. Persze ez a legyünk, ez az igyekezett szó, ami egy irányt jelöl, hogy tudjuk, hogy merre kell menni. Hát arra kell menni. Kedves nézőim, és van itt a stúdióban ma egy nagyon kedves testvérem, az Úr Jézus Krisztusban, barátom is mondhatom így, bár nem vagyunk olyan nagyon közeli kapcsolatban, de úgy érzem, mintha régóta ismerném, Bojki László, testvérem, a Bojki Brothers egyik tagjaként, híres, neves, mondhatom világhírű művész. Isten hozott a stúdióban, kedves Laci!
Köszöntelek én is szeretettel, és a kedves nézőket is. A te életeden szeretnénk úgy végighaladni, hogy meglássuk Isten csodálatos munkáját. Azt hiszem, hogy senki nem születik hívőnek, ugye ez a ti családotokban sem így volt. Hova tervezett el téged Isten? Biatorbágyon, egy ötgyermekes család negyedik tagjaként születtem. Budapesten születtem egyébként, de ugye hát ez közel van Biatorbágyhoz, úgyhogy ilyen... Oda vitte a mentő édesanyját. Agglomerációs gyerek vagyok. Uh-huh. Egyszerre vidéki, meg fővárosi. És bár nem születik senki hívőnek, de amennyire mégis közel lehet születni a hívőséghez, hát én annyira közel születtem, nem hogy a szüleim hívők voltak, de a nagyszüleim is hívők voltak. Édesanyám, édesapja, nagypapám a Miskolci keresztény gyülekezet, testvérgyülekezetnek a vezetője volt hosszú évtizedeken át. Azokban az időkben, amikor még ez nem volt egy könnyű dolog, sőt, mondhatni üldözött állapot így volt, van. Ugye? És hát így tényleg az anyatejjel szívtam Isten igéjét, meg azt a légkört, ami azt jelentette, hogy benne voltam egy nagy családban, a mi családunk egy szép nagy családból, az beletagozódott egy gyülekezetbe, mint egy még nagyobb család, és úgy még ugyanezen a nyomvonalon egy még hatalmasabb családba is, az édesanyám családja ugyanis nálunk ez az öt gyerek, ez az öt fiú, hát ez ilyen futottak még kategória volt, ott igazán nagy családok voltak a Madarász családban, például anyukám legidősebb nővérének 14 gyermeke volt, tehát a Bojkiék az fasorban sem voltunk ezzel az öttel. Tehát el lehet képzelni, hogy a családi találkozók, azok hogy néztek ki. Jó kis gyermekzsivaj. Jó kis... Saját focipálya, saját fociverse. Minden, amit el lehet képzelni. A családi találkozók úgy zajlottak, amíg ez elviselhető volt, hiszen ez a 40 unokatestvér, ami csak az édesanyám oldaláról volt meg. Azért róluk beszélek, édesapám oldalán is nagyon nagy a család, de mi ott nem jártunk össze. Uh-huh. Nem volt egy ilyen... szoros kapcsolattartás. Lehet, hogy nagyobbak voltak a távolságok talán. Nem. Nem voltak, inkább talán lelkileg, ugye nem minden család olyan fajta, uh-huh. Ott nem volt meg ez az igény, hogy így mindig összejárjunk. Az igazság, hogy az utóbbi időben inkább formálódik már, úgyhogy lehet, hogy azzal is bővül majd. Istennek dolog. Hála. De hát csak a szülők házastársai és a 40 unokatestvér, ez már ugye egy elég komoly szervezést igényel. Aztán mikor jött, hogy mindenki megnősül, hát már az megkétszerezte a bandát, aztán jöttek a gyerekek, és akkor már mi a Pap László sportarénát nem béreltük ki, hogy összejöjjön ez a társaság. De bizony sokáig ez így volt. És mindent áthatott az ige, mindent áthatott azt hiszem a nagyszüleink tekintélye is, uh-huh. Az a tekintélye, ami egy nagyszülő tekintélye, és ami az ige tekintélye, mint hogy ők annyira mélyen elkötelezetten Krisztust mutatták nekünk, Krisztust élték elénk. De abban a szeretetben természetesen. Abban a szeretetben. És ez nem azt jelentette, hogy ott mindenki két lábon járó vasárnap volt, és mindenki tökéletes volt, hanem hogy minden, akár konfliktus, akár összezördülés, minden ebben a térben jelent meg. Tehát minden valahogy Krisztusra mutatott. És erre mondom, ez tényleg anyatejjel kaptuk. A gyülekezetről nem is beszélve, ami nem egy olyan hely volt, ahova mentünk vasárnaponta, hanem együtt nőttünk fölött a srácokkal, együtt összejártak a szülők, egy életközösség volt tulajdonképpen, jó értelemben, tehát nem folytak bele túlságosan egymás életébe a családok, de annyira igen, hogy abban az időszakban, amikor pont a Kádárkorban atomizálódott a társadalom, mindenki inkább ugye sok minden miatt óvatosságból is, igen, ez egy politika is volt. Mindenki otthon mindenki, hallgatta a Szabad Európát. Ó, persze, legyen, mert oké, langyos a sör, de van szótüdülő, ott a meccs, és akkor úgy el vagy otthon. Uh-huh.
De ezzel szemben itt egy nagy közösség részei voltunk. Együtt szilvesztereztünk, együtt voltunk, és jól éreztük magunkat. Fociztunk és kirándultunk. Tehát szerintem, amire egy gyülekezet való, arra ez nagyszerű volt. Nagyon jó volt. Úgyhogy ez az én gyerekkorom. Mondtad, Isten külön ajándéka volt akkor ez a számotokra, nem egyedül a tiéd, hanem mindenkinek. Így van. Volt azért egy kis csihipuhi a testvérek között? Már hogyne lett volna, persze. Mondom, hogy egészséges fiúgyermekek voltunk, tehát az benne van. De hát úgy szocializálódunk, ugye? Ja, de szoktunk marháskodni a tesóimmal is, hogy hát, hogy igen, nehéz gyerekkorom volt, mert a tesóimnak nagyon nehéz természete van, tudod, és akkor... Na de hát ezt mindenki elmondhatja. Persze, hogy úgy nő föl, öt fiú úgy nő föl, hogy klikkek alakulnak, hogy ezzel tart össze, az azzal tart össze, de hát ez annyira természetes. És folytonosan változik. Mindig a pillanatnyi érdekek mentén. Így van. Tehát én azt gondolom, hogy attól volt ez szép, hogy természetes volt egyszerre, és természet feletti, amit megéltünk. Mert azért ismerek olyan légkört is, családi vagy gyülekezeti légkört is, ahol a természetest kihúzzuk, mert az nem elég szent, és akkor minden olyan, mintha természet feletti lenne. De nem az, hanem inkább természetellenes. Hogyha valaki kívülről nézi, húha, kicsit, akkor nem vonzó, nincs benne az az öröm, nincs benne a felszabadultság, nincs benne az a légkör, amitől jó oda tartozni. Úgyhogy életté válik. Sokszor jöttek hozzánk vendégségbe olyan emberek, akik nagyon jó anyagi körülmények közt éltek Budapestről, testvérek, és akkor mondták, hogy csak hagyj üljünk le itt, amikor ti vacsoráztok, mert annyira jó érzés ott lenni, annyira jó veletek együtt enni, együtt lenni, hogy ezt hagyj éljük át. Szóval volt, tényleg egyszerre volt természetes, és az egész gyökerében pedig Istennek a természet feletti békessége. Említetted, kedves Laci testvér, hogy az ige az első helyen volt a családban, és akkor az ige mellett gondolom az ének. Hát az ének az valóban, tehát az ilyen fertőzésként mindnyájan megkaptuk, mert édesanyánk ő zene tanár volt. Igazából kislánykorában karvezető volt. Uh-huh. Nagyon tehetséges karvezető volt, olyannyira, hogy akkor, amikor még a televízió egy nagyon szűk rétegnek volt, szóval még nem is volt annyira elterjedt. Kísérleti adás volt. Így van, a hívőknél meg nem is nagyon volt szabad, ugye még akkor még az úgy tiltólistán volt, és a titokba kellett a meccseket nézni, tudod, emlékszel? Ilyen fekete-fehér minivizorok. Na mindegy, szóval, hogy akkoriban ő már vezényelt, talán 14 éves korában vezényelt kórust a televízióban, ilyen masnis, szép kis sérója volt neki, és tényleg rendkívüli tehetség volt. És aztán, mikor ugye jöttünk mi, akkor ő azt választotta, hogy azt az öt kölköt valahogy kordában tartja, és félretette ezt, de hála Istennek, mikor mi kiröppentünk, akkor ő ott folytatta a labbajta, és nagyszerű karvezetőként ment nyugdíjba. Most már aktívan nem csinálja, de évtizedekig egy remek kórust vezényelt és vezetett. Úgyhogy mi így zenei pályán találtuk magunkat valamennyien, annak ellenére, hogy ez egyáltalán nem volt kötelező. Uh-huh. Édesanyánk azt mondta, hogy két évig tanuljunk zenét, és aztán... Aztán majd meglátjuk. Aztán mehetünk focistának, meg amit ugye tűzoltó leszek, skatona, vadakat terelő juhász, ahogy egy fiú... Traktorista, hogy ez fiú, a korabeli. Igen, egy egészséges fiú elképzeli a jövőjét, tehát semmiképp nem az, hogy smoking van. Nálunk így keveredett a polgári, méghozzá nagy polgári. Például ez, az, hogy két évig tanulj zenét, hogy a zene az általános műveltség része. Ugye ez egy inkább a polgári világban volt elfogadott, mostanában ismét, és ez jó, hogy a sport és a zene az nem azért van, hogy profi legyél feltétlen, hanem hogy ezzel értékesebb leszel, ettől jobb lesz neked. Aztán valahogy mégse lettünk focisták. Én majdnem vízilabdás lettem egyébként. Az nagyon érdekelt még, de... Mondjuk a termeted megvan hozzá, de, Istennek igen, hála. Igen, de aztán valahogy ott ragadtunk mind a zenei pályán. Úgyhogy el lehet képzelni egy napot, hogy nézett ki nálunk. Öten gyakoroltunk. Attila trombitán,
András hegedűn, Gyuri cellón, én hegedűn, Balázs pedig klarinéton. Ez, azt jelenti, ez a kiosztás úgy volt, hogy padlás, pince, WC, konyha, nagy szoba. Uh-huh. Nem, én nem tudom, hogy a szüleim hogy érték túl. Igen. Uh-huh. A szomszédok kicsit messzebb voltak, úgyhogy tulajdonképpen valahogy mégis így. Ez de hát ez csak a kezdeti néhány hónapos időszakra érvényes, mert utána már lehetett együtt gyakorolni, akkor olyan zenedarabokat kellett választani, amikben ezek a hangszerek helyek közel itt-ottam ott benne voltak, és akkor mindenkinek volt gyakorlás, és akkor egyből már az összhangzattan, ugye? Jól szól, de nem így van. Jól szól, de erre az apparátusra nem nagyon írtak kamarát, kamarazenét, és ezért maradt ez a rettenetes kakofónia. Tehát nem. A könnyebbséget azt hozta meg, hogy Attila abba hagyta a trombitálást. András elment Miskolcra a konzervatóriumba, már is csendesebb volt, egy rezessel és egy hegedűvel a család. Aztán mikor konzervatóriumba mentünk, meg zeneakadémiára, akkor már a gyakorlást azt sokszor oda bent oldottuk meg Budapesten. Mert volt közismereti, rendes gimnázium oktatás, és azon kívül zenei. Korán reggel elmentünk, késő este mentünk haza. Úgyhogy azért paradox mód, minél beljebb mentünk a zenei pályán, annál csöndesebb lett a szülői ház. Mit szóltak ehhez az iskolában az ottani pedagógusok? Hiszen te akkor egy rendkívül különleges családban, egy családi közösségben, egy gyülekezeti közösségben nőttél, amit hát az a, úgy mondjuk, kommunista rendszer, enyhén diktatórikus rendszer nem igen hiszem, hogy nagyon díjazott volna. Hogy éltétek meg ezt ott a suliban? Először az óvodában volt ebből probléma, mert nyíltan megmondták a szüleinknek, hogy óvodában csak a pártitkárok gyerekeit veszik fel. Uh-huh. Aztán azért ez csak Attilát meg Andrást érintette, utána már, ugye meg nem tudom akkor, hogy volt, hogy kötelező, mert már kötelező már, de az a lényeg, hogy csak ott találtuk magunkat az óviban, úgyhogy ilyen akadékoskodások voltak, de meg följelentettek minket, arra is emlékszem. Hmm. A szomszéd bácsi, Sallai bácsi, Isten nyugosztalja, ő rendszeresen följelentette a családot, ő pártitkár volt, mert látta, hogy ilyen külföldi autók állnak meg, nyugati rendszámú autók állnak meg az a ház előtt, sőt... És még hoztak csomagokat is. Diplomata rendszámú autók, és nem is jártak messze az igazságtól, mert a mi pincénkben zajlottak azok a felvételek, amiket a Rádió Monte Carlo aztán megkapott, ilyen orsós... Ez a Transworld Rádiónak a kezdeti időszaka. Bizony, a pincénkben lettek rögzítve a prédikációk, sok esetben nagypapa mondta el a prédikációkat, a szüleim zenéltek, plusz még jó néhány muzsikus, ők zenéltek, és ott volt mindenféle hangszer, meg stúdióberendezés, oda lehozták, és ezeket a diplomata autón kicsempészték az országból, majd zavarhatatlan adón visszasugározták az országot. Egyébként úgy tudom, a Monte Carlo-i rádióadóra visszatér, vagy azt annak idén a náci Németország hozta létre azért, hogy a náci ideológiát ellenőrizhetetlen és letilthatatlan forrásból adja, és Isten milyen szépen intézte, hogy végül is megszűnt az a sátáni Hát ez Isten irodalom. Humorérzéke. Isten igazából Mózest is Egyiptomban képezték ki a legmagasabb szinten hadvezérnek. Hát ezt ő így szokta, de valóban így volt, és ez volt a mi kis ellenálló múltunk. Hát szüleink mondták, hogy erről ne beszéljetek az iskolában, erről ne beszéljetek. De az igazság, iskolában már én nem emlékszem olyanra, hogy mi hátrányt szenvedtünk volna. Sőt, a napköziben én előreállhattam a sorba, amikor ebédeltünk, mert rohantam a 1 óra 15-ös busszal Budapestre, úgyhogy a zenei tanulmányok miatt. Ugye, mert Biatorbágyon akkor nem volt zeneiskola. Ez később édesanyám hozta létre a művészeti iskolát, de akkor nem volt, úgyhogy mi onnan bejártunk a 13. kerületbe, ott tanultunk. Hát azt hiszem, el lehet mondani, hogy egy rendkívül izgalmas gyermekkorod volt, és minden gyermek ilyen gyermekkorra vágyik, a nagy család, a házi foci csapat, a házi zenei közösség mellett egy kis titok, egy kis misztikum, egy kis egy izgalom, kis veszély. Egy kis veszély, amit mindig a gyerekek, a gyerekfilmekben ezt a rendezők elég jól meg tudják csinálni, hogy legyen valami kis fesz, és akkor összejönnek a gyerekek, és valami titkos dolog. Valami titkos. Hát sok egyéb titkos dolgot is csináltunk.
mikor elmentünk kirándulni, és akkor most így utólag belegondolok, hogy csak a gyerekeimről meg ne tudjam. Hogy a nyakaskőnek a peremén fogócskáztunk, meg, tehát olyan marhaságokat csináltunk, hogy szerintem ilyen dupla, tripla védőangyal sereg volt körülöttünk, hogy mi azt ott túléltük a gyerekkorunkat. Ugye elég sok ilyen volt. Hát ha túllépünk a gyermekkoron, akkor mi történt a középiskolában? Hogyan alakult a középiskolai, egyáltalán a választás egy sima gimnáziumba mentél, ami mellett lehetett zenét is tanulni? Nem, ez maga a zeneművészeti volt. Ez már egy zeneművészeti. Ez egy komoly rosta volt, tehát itt ide nagyon sokan jelentkeztek, és nem sokat vettek föl. Tehát akkor még nem volt Budapesten rengeteg konzervatórium, tehát ez már a Zeneakadémiának a gyakorló iskolája volt. Uh-huh. Itt már professzionális képzés folyt. De úgy, hogy még aki ezt elvégezte, az egyáltalán nem biztos, hogy professzionális zenész lett, mert jött az újabb, a Zeneakadémiai megmérettetés. Persze. De a lényeg az, hogy így pályára álltunk. Ami a legfontosabb talán ebből az időszakból az az, hogy összekötném az igével, amit az elején olvastál. Igen. Az idősebbik testvér és a kisebbik testvér esete nekem egy nagyon meghatározó élményem, és ebben a gyerekkorom is nagyon jól, nagyon mélyen benne van, hogy milyen az, amit készen megkapok, amiben benne élek és természetesnek veszem, hisz gyerekkoromban, hogy a gyerek azt hiszi, hogy mindenki pont úgy van, mint ő. Uh-huh. Tehát a gyerek később eszmél rá arra, hogy milyen gazdagságban volt, hogyha az a légkör olyan volt. Később láttam meg azt, hogy nem minden gyerek nőtt föl ilyen családban. Hogy nem mindenhol volt minden péntek este, hogy körülülik az asztalt és mesélik az egész hetet. Hogy nem mindenhol volt ez így. Szóval amit készen kapok, azt valahogy természetesnek veszem. És én az idősebbik testvérnél érzem azt, hogy arról beszél Jézus, hogy ő neki van egy rutinná vált életközösség az atyával és a háztartásban. És ez a rutin, ami csupa jó dologból áll, megbízhatóság, tisztesség, engedelmesség, szorgalom, munkabírás, szorgalom, hűség. Ez mind olyan dolog, amit tanítunk is a gyermekeinknek, és ami jó, ezek erények. És ugye, mert ő azt mondja, hogy ő mindig megcsinálta, ő mindig rendelkezésre állt. Hát nyilván egy kis túlzás van az én képében, egy kicsit, valószínűleg nem volt ő se annyira kerek, de ő mégis ezt mondja. Így látta magát. És az atya nem vitatja ezt. Ja, nem hozza elő azt, hogy hát azért a gyerekkorodban azért én emlékszem. Azért igen, korod. Meg azért... Igen, nem, hát ilyen atyánk van. Ne fényezd túl azért a dolgokat. Jó gyerek vagy, de azért... Szóval nem mondja ezt, de Jézusnál fantasztikus az, hogy valahogy a történet végén ugye mégis a másik fiú kerül ki egy közelebbi kapcsolatban az édesapjával. A szíve is közel kerül. Vagyis az Isten és az egyébként megtérésre vonzódó fiatal ember, akinek így sok van. Mindenen kell keresztül mennie, hogy pontosan. Az a vastag dobhártyája megrezegjen. Pontosan. Na most visszatérek az életünkre. Ez a sok mindenen keresztülmenés, ez az, ami megszűrte és megmérte ezt az egészet, amit átéltem. És amit átéltünk, de most magamról beszélek. Vagyis tehát, Istennek csak gyermekei vannak, és unokái nincsenek, van. Ugye? Így van. Ezt a már-már idealisztikusan szép gyermekkort aztán az törte darabokra, hogy amikor 10 éves korba léptem, és akkor így azért fölfelé, tehát Attila lehetett 16, Balázs meg 9-8, én 10, és így fölfelé, mert ilyen orgonasípszerűen jöttünk, akkor a szüleim házassága zátonyra futott, és akkor minden megtörtént, amitől rettegtem. Amitől egész gyerekkoromban rettegtem. Akkor megtörtént az, hogy elváltak a szüleim, és megtörtént pár évre rá, hogy Attila bátyánk pedig meghalt egy autóbalesetben. Eközben még úgy, hogy is mondjam, zárójelben nagymama is meghalt, aki velünk lakott,
velünk élt. Tehát része volt a hétköznapoknak. Része volt, és nem is akármilyen része volt. Az egész gyerekkorunknak is része volt, és én nagyon szerettem őt. Nagymamát. Tehát egy nagymamát általában mindig mindenki nagyon szeret. Igen. Nagyon kedves asszony volt, és nagyon közel állt hozzám. Sokat beszélgettünk, és nagyon mély Krisztusba vetett hite volt. Nem könnyű élete volt neki. Hát abban az időben már... azt hiszem senkinek nem volt könnyű élete. 8 gyereket nevelt föl, nem volt könnyű a házassága. Így van. Ott élt már így özvegyen, és volt olyan karácsony, képzeld el, hogy egy-két karácsonyon belül 3 ember hiányzott már. Onnan a legnagyobb varázslat, a legszebb ünnep, ahogy körülültük az asztalt, meg ahogy a karácsonyi misztérium. Igen. És akkor már nem volt ott édesapám, nem volt ott Attila, és nem volt ott nagymama. És valami olyan mély szomorúság töltötte el akkor a szívemet, amiben azért nem volt csak lázadás Istennel szemben, mert még ahhoz is túl szomorú voltam. Nem volt bennem lázadás. De az bennem volt, hogyha ilyen a hit, az így szét tud törni az a boldogság, amit én sokszor hallottam, igen. És amit én el is hittem, és sőt, most is igaznak tartok, hogy ez az egész nem azért volt, mert kiváló emberek véletlenül összejöttek, hanem mert Isten igéje volt az alapja ezeknek a családoknak, és ennek a gyülekezeti légkörrel is átitatott családi légkörnek. És ez egyáltalán nem mond annak ellent, hogy aztán kudarc lett, tehát nem hazudtolta meg bennem azt, hogy érdemes követni Krisztust, hogy érdemes Isten igéjére hallgatni. Hanem azt láttam, hisz a Biblia is tele van olyan hithősökkel is, akiknek zátonyra fut az életük, akik kudarcot vallanak. De az nem azt jelenti, hogy Isten vallott kudarcot, vagy hogy az bizony. Ő igéje. Így van. Én az ő munkáját azt láttam, csak ezért nem lázadás, hanem szomorúság. Egy fájdalom volt benne. Hát nyilván, mert ugye ez a bűnből ered, és a bűn az egy szomorúság, az egy fájdalom, az Isten tervében nincs benne. Így van. Isten egy bűn nélküli világot teremtett, és majd egy bűn nélküli világban fogunk az örökké valóságban vele együtt élni. És az én kudarcom nem az ő kudarca, ahogy az én halálom se az ő vége. Ahogy mondják, hogy Isten a munkáját elvégzi, a munkásait eltemeti, néha félreteszi. Igen, arról nem is beszélve Attila bátyád esetében, hogy őt egyszerűen átemelte a mennybe. Így van. Tehát neki... 20 évesen. Kicsit azt mondom, neki volt a legjobb dolga. Igen. Leért egy boldog életet itt a Földön, nem volt benne semmi rossz, és egyből átment a mennybe. Igen. Azok, akik szerették, akiknek hiányzik, azok élték a hiányát. Éppen nehezebben egy kicsit. De hogyha úgy látjátok meg, és nem tudom, hogy nyilván ez már mindenkiben azóta, hiszen jó régen volt, átdolgozódott, feldolgozott, akkor már lehet így felfogni, így van. Hogy előre ment követségbe. Egyébként egy pszichiáter barátom azt mondta, hogy könnyű neked hinni. Ő nem Krisztus hívő. Még. Ő kereső. Igen. Könnyű neked hinni, mert ez az ősbizalom, ami benned van Isten felé, ez azért van, mert a gyerekkorod. Nem a gyerekkorod. Nem, nagyon nem így van. Így van, pontosan. Mert ebben az időszakban vált személyessé nekem. Milyen az... szép a magyar nyelv, ugye azt mondtad, ez nem így van, én mondtam, ez így van. Igen, és ugyanazt mondtuk. Igen. Szóval tudod, mint a pessimista meg az optimista, hogy a pessimista mondja, hogy ez ennél rosszabb már nem lehet, és az optimista, hogy dehogy nem. És ugyanazt mondják. Szóval... Vagy a félig tele pohár, meg a félig üres pohár változott. Így van. Nem arról van szó, hogy amit készen kaptam, az kitartott. Az nem tartott ki, az lerombolódott. Teljesen, így van. Tapasztalatilag? Újat kellett építeni. Ott. Így Ma van. Azt mondom, nem rombolódott le. Nem lett hiteltelen. Igen. Az csak de Isten az csak kegyelme. A mostani rálátásom, 45 éves fejjel, egy 10 éves fiúnak a tapasztalataira, és arra a családra, és arra az egészre, amiben éltünk. De ott én csak a rombolást, a rombolódást, és azt éltem meg, hogy semmi sem tart örökké, és hogy félj, ha valaminek örülsz, attól félj, mert el fogod veszíteni. Nem marad így.
ugyanez a szorongás vezeti a gazdag vállalkozót az alkohol felé, ugyanez a szorongás vezeti a drogok felé, az ismert celebritást, hogy elveszíthetem, mi lesz akkor, ugye? Szenvedek, ha nincs, mert miért nincs, ha megvan, akkor meg attól, hogy elveszíthetem. Na most ezt én megéltem, kisgyerekként, hogy elveszíthetem azt, ami jó. És ez annyira belém mart, hogy teljesen úgy gondoltam erre az egész, tehát az egész életemre is úgy gondoltam, hogy elkezdtem elveszíteni azt a belső békémet és örömömet, amit addig kaptam. De ugye az nem az én, tehát most így mondom, az még egy természetes öröm volt. Még nem természetes. Az egy hozott öröm. Egy kapott öröm. Ez a mások hitéből rám sugárzó békesség volt. Még nem a saját békességem. Mondjuk úgy ezt a hold fénye. Igen. Igen. Na de ugye szülőként mi mást adhatna a gyermekének egy keresztény, mint ezt? Hogy abban, hogy azt a Krisztus örömét ragyogja felém. A család, az együttlét és a szülő. De ez eltűnt. Ez eltűnt, ez a ragyogás, és ott maradt egy vákum. És akkor elkezdtem nagyon-nagyon intenzíven keresni Isten igéjében, hogy most ez akkor igaz, vagy tehát így mondanám inkább, elkezdtem személyesen keresni ezt a megváltót. Annyira sokat hallottam, hogy személyes megváltó. És én minden nyáron tényleg megtértem többször is, mint jó keresztény fiatal a táborokban, meg a gyülekezetben, meg a vasárnapokon. Hát ugye mondták, és jó gyerek vagyok, hát, de itt más mértem. Gyere, állj előre. Igen, hát tök jó előre állni. Persze. Hát persze, meg akkor mennyország, meg nem pokol. Hát, ki ne állna előre? Meg örömöt szereztem a többieknek. Mondj egy okot, hogy ne álljak előre. Persze. Tehát tudod? Na, mert még matricát is kapok. Hát meg... Igen. Na, tehát ezt megmérte valami brutális életvalóság. Ez a magány, meg ez a fájdalom. Letargia. És akkor történt velem egy olyan esemény, amit máig nem tudok hova tenni pontosan, csak leírni, körülírni tudom. Egy tizenéves fiú szomorkodik a padlásszobában, és egyszer csak egy ige szólalt meg bennem, amikor Jézus azt mondja, hogy keressétek először Isten országát. És ezzel az igével egy olyan fény és öröm áradt bele a szívembe, amit nem tudok így elmondani, tehát amit még azelőtt soha nem tapasztaltam. Mondhatok egy hasonlatot? Igen. Ugye beszéltünk az előbb arról, hogy ami benned levő fény volt, az egy ilyen hold fény, egy ilyen visszavert fény volt, ami azért adott világosságot, boldogságot, örömet, sok mindent. De most egyszer csak oda kerültél a nap teljes hevébe, ráadásul úgy, hogy valaki közéd és a nap közé oda tett egy nagyító lencsét, aminek a fókusza pont benned volt, és akkor benned kigyulladt a nap. Így van. Úgy is mondhatnám, hogy addig az élő víznek a folyamai rám spricceltek másoktól, de még nem belőlem tört föl. Így van, és most felfakadt a forrás. Felfakadt, csak hogy. Két okból voltam bajban ezzel az élménnyel. Az egyik az, hogy ennek nem volt státusza bennem. Uh-huh. Mert a megtérést én rendszeresen gyakoroltam, tudod, mint van népünk egy korábbi bölcsvezére mondta, hogy rendszeresen bérmálkozott. Én rendszeresen megtértem, tehát hogy volt ez, hogy én rendszeresen megtértem. Tudtam, hogy akkor, hogy ezt mondom, hogy bocsásd meg az én bűneimet, és átadom hát az ilyen, gyere be a szívembe, tudtam a technikát, és emlékszem, hogy néztem a húslevest, és volt benne szív, és akkor kérdeztem anyukámtól, hogy most, hogyha hívő volt a pipi, és én meg, akkor két Úr Jézus lesz bennem, ugye, mert az én szívemben is van meg a pipi. Tehát, hogy ilyen gyerekes fogalmaim voltak. De igazából nem tudtam volna számot adni, hogy mi az, hogy jöjjön be a szívembe, mi az, hogy tehát egy gyerek igen, ezekkel igen. a teológiai dolgokkal. Szóval, hogy megvoltak, mint szavak. Ez értékes attól még, csak még nem volt az enyém. Na most itt viszont én nem tettem bűnvallást, nem volt semmi, nem emeltem fel a kezem, nem mentem előre, hanem egy ige, Isten igéje megszólalt bennem, és
kigyújtott egyszerűen föllobbant egy láng, és én fényt és meleget kaptam. De nem karizmatikus gyülekezetben jártunk, nem voltak ilyen karizmatikus bizonyságtételeink. Nem tudtam, mit mondjak erre. Ezért korábban voltak szavaim, de nem jártak vele élmények. Most volt egy élményem, de nem voltak hozzá szavaim. De ez csak az egyik probléma. A másik az az, hogy annyira örültem neki, de közben szomorú is voltam, mert meg voltam győződve, hogy ez is el fog múlni. Mert hogyha a bátyám meghalhatott, hogyha a szüleim elválhattak, hogyha a nagymama meghalhatott, hogyha minden öröm végül bele... Mert ez a vége annak a történetnek. Nem egy szomorú helyzet. Eddig. Igen, ezt tapasztaltam. Igen. Ezt tapasztaltam, hogy az a vége annak. Soha többé nem ökörködünk a bátyámmal. Soha többé nem játszunk. Hanem a temetésén elbúcsúztatjuk. Ez a vége annak a történetnek. Ez volt a tapasztalat. Akkor nyilván ennek az élményemnek is az lesz a vége, hogy elfakul. És elveszítem. Vagy mi lesz, ha ez is elfakul? De akkor én meg voltam győződve. Hogy ez lesz. Hisz nem tudtam, mi az, nem tudtam, miért van, de tapasztalatom volt arról, hogy ami jó, az végül rosszra fordul. Ami szép, az végül csúnya lesz. Ez pont olyan, mint hogyha olvasnánk a Prédikátor könyvét, pontosan. Ami pont erről szól. Úgyhogy már-már egy buddhista pesszimizmus volt bennem. Vagy mint a Prédikátor, hogy úgy is hiába való. És képzeld el, hogy anélkül, hogy bárki fölvilágosított volna, és anélkül, hogy én magam itt, kognitíve, rájöttem volna, hogy amikor Isten betölt, amikor ő belül az élővíznek folyamai törnek föl, annak nincs vége, az nem szomjazik meg többet. Az nem múlik el, sőt. Ez bennem nem állt össze. Még hanem akkor. Azt tapasztaltam, hogy nem múlik el. Ez nem múlik el. És ez az öröm, és ez a fény, ehhez mindig visszamehetek. Ha rossz kedvem van, ismét hangsúlyozom, hogy egy kis tinédzserről van szó. Az ő világával, az ő értékrendjével, az ő élményeivel, csalódásaival. És nem pedig ilyen egy felnőtt ember kiégése, meg én nem tudom, tragédiái. Hogy bármikor visszatérhettem ehhez, és idebe visszatérhettem, és tudtam, hogy ő van. Tudtam, hogy Jézus Krisztus van. És elmondtad ezt valakinek? Nem. Nem. Megőrizted. Nem voltak szavaim hozzá. Világos. Mit mondtam volna? Nem tudtam, mit mondani. Nem volt az a teológiai keretrendszer, amiben egy 11 éves fiú ezt el tudja mondani. Nekem nem volt. És az élmény viszont annyira valóságos volt, hogy megmérte ezt az egészet, és azt hiszem, hogy a mai napig ehhez térek vissza. Tehát elveszítettem valamit, hogy összekapcsoljam a tékozló fiú esetével. Elveszítettem valamit, bár nem úgy. Nem úgy, mint aki eldorbézolja. Tehát, de mindegy is, nem az a lényege, hogy most morálisan, hogy de elveszítettem egy meglévő, biztonságos kapcsolatot Istennel, hogy kapjak helyette egy sokkal többet. Valamit, amiben már mámor volt. Öröm. Igen. Élet. Élet. Maga az élet, és maga Jézus Krisztus. Éppen most egy ilyen közéleti talk show-n vettem részt, csak hogy ilyen ős magyar szavakat használjak, ahol az volt a címe a beszélgetésnek, hogy hová tűnt az örömhír. Ugye a Filippiánszi könyvének a címe volt ez, és hogy hová tűnt az öröm. Az öröm maga. És én azt tapasztalom, hogy sehova, az itt van. Az belül az van. Ott van. Az ott van a szívünkben. Igen. Ott sugárzik, ott ragyog, ott hát hova tűnt? Akar sehova. Másoknak is örömet szerezni. Sehova nem tűnt, ott van. Csak ahhoz egy formális dolgot kell elveszíteni. Érted? Azt, amit vagy készen kaptam, vagy még csak fogalmilag létezik. És az néha fájdalmas. De én ezt átéltem a 10 éves koromban, átéltem, és egy belső öröm lett az enyém. Fényként jelent meg Isten. És a környezeted észrevett ebből valamit? Igen. Gondoltam, igen, hát ez természetes, csak trükkös kérdés volt. Egy más,
egy más dimenzióba lépett akkor az életem, és pár évre rá már ifjúságit vezettem, már a konzervatóriumban, azaz gimisként, nem a lányok után futottam, hanem bibliakört hoztam létre, imakört hoztam létre, megtértek emberek úgy, hogy én nem csináltam ilyen propaganda dolgokat. Tehát nem egyszerűen csak világítottál, és látták, hogy... Megkérdezték az emberek, hogy te mesélj már, mi van? Igen. Mi van veled? Mi az van kell nekem, igen, ami te mesélj már, vagy, hogy igen, mi van. Így van. És úgy emlékszem, egy kedves barátom a mai napig, talán a legjobb barátom, Zoli barátom, akkor voltam 15, meg 16, és hát ilyen még iskolai dolog volt, de zenekarral turnéztunk Spanyolországban, és Valenciában a tengerben fürödtünk, és ő kérdezgetett engem, hogy te hogy van ez, mesélj már, és épp egy csalódása volt valami barátnőjével, összeveszett, és hát ilyen diák szerelem, és akkor elmondtam neki, hogy én hogy gondolkodom. Hogy nekem mi adja a belső békességemet és örömömet. És mondta, hogy te nagyon, ez nagyon tiszteletreméltó, és én ezzel nagyon becsülök, és köszönöm, hogy elmondtad, de most ez nekem nem aktuális. Mondom, hát akkor Isten ments, nehogy akkor ezzel foglalkozz. Hát majd, ha aktuális lesz, akkor gyere. Na, nem sokára jött. Tehát ez így ment, nem az volt, hogy én ugyan akaszkodtam a nyakát, képzeld el, Jézus, így meg úgy. Tehát nem libatömés volt magyarul. Ne, egyszerűen nem ez volt, hanem... Kitettem a tápot, és amikor igen, jött a liba, és ilyes volt, akkor megette. Igen, tehát nem kellett nekem így, nem, én nem voltam ilyen nagy evangelizátor. Nem, igen, világos. De így a gyülekezetben is egyre több feladatot kaptam, megbízást, és a tanulmányaim mellett is egyre több olyan dolgot csináltam. Hát én is jártam börtönbe, ahogy te is, én Baracskára, mindenféle ilyen missziós dolgokban benne voltam, és hát vagyis, csak most már másképpen. Igen, igen. Igen. Lángoló igen, lelkesedéssel, hát a tűz, mert én azt nem éreztem... ki, csak igen, mást, néha krumplilevest főz, néha rakott igen, káposztát. Igen. Tehát ez egy olyan fényélmény volt, amikor tényleg Isten úgy jelentkezett be az ő szelleme által, mint fény a sötétségben. Uh-huh. És ez egy óriási, a mai napig meghatározó élmény. Említetted, hogy nem úgy, ahogyan szokott lenni ez, úgy történt, nem volt bűnlátás, nem volt bűnvallás, hanem egyszerűen boldogság, öröm, melegség, fény, világosság, és tudtad, hogy a helyeden vagy. De azért később megjött az is, hogy hát Uram, bizony van bűn, bizony nekem is, bizony le kell tennem, bizony oda kell tennem a kereszt tövébe, de milyen jó, hogy ezt már nem mint megkeseredett, mint kétségbe esett, mint letargikus ember, hanem mint aki előre megy egy úton, és belelép egy sáros tócsába, és most piszkos lett a cipője, akkor ezt most le kell mosni, tisztára kell. Az nem is csak később jött meg, azt már korábban is tudtam. Korábban is. Elvben igen, de most nem, a gyakorlata. Így van. Engem Pál apostol biztatott ebben, hogy ez az élményem valóságos, nem kell elkeseredjek, hogy nem a megtérők imájának az elmondása közben a gyülekezetben történt, és nem tudom, hogy az is teljesen hiteles lehet, csak nekem nem ott történt, mert ugye Pál apostol megtérése sem egy tipikus, nem a gyülekezet közepében, evangelizációs igen, helyzet. Nem egy megtérő ima elmondás. Megy az ember, volt, és anélkül, hogy bűnbánatot tartana, semmit nem tartott. Sőt, ezerrel megy vétkezni. Igen, hanem akkor egyszerűen jön egy letaglózó Krisztus jelenés, de szó szerint hát egyszerűen boom, tehát a porban találjam. De nem úgy dönt, nem emeli föl a kezét, és még akkor sem mondja neki az Úr, hogy ó, mondd, gyermekem, akarsz-e a követőmnek, hanem azt mondja, te most figyelj, így lesz, ez így lesz. De egyébként a péteri megtérés is ugyanilyen, mert ugye ott van Péter, a melegszik a szolgákkal, és akkor Jézust vezetik át az udvaron, és összevillan a tekintetük egy pillanatra. Hát ott se volt az, hogy én Péter azt mondta, hogy én meg akarok térni, én most kimegyek előre, én most bevallom a bűneimet, hanem Isten anélkül, hogy ő kérte volna, egyszer csak rátekintett. Igen. De ugyanakkor és az is látjuk, hogy Pálnál is ott volt a bűnbánat,
Minden ott volt, csak lehet, hogy ezek időben nem úgy jelennek meg, ahogy a nagykönyvben meg van írva, ahogy mi megírtuk, hanem hogyha élmény... Kicsit előrébb, kicsit hátrébb, de igen, megvan. Valaki egy nagy hegyre ránéz, és egyszerűen nem tud már szabadulni úgy. Tudod, ahogy a asztronauták is mennyien megtértek az űrben. Igen. Hogy, hogy egyszerűen olyan fullasztó az a nagyság, ahogy Isten jön. És lehet, hogy épp ott még nem ad, de aztán csak jön az, hogy hát én bűnös ember vagyok. És hogy te meghaltál értem. Csak ugye nekem ez mind megvolt itt, de egyszer csak ide lejött. És ez a 30 centi, ez egy komoly út. Ez jó, ez a 30 centi, ezt tetszik. Hát picit lépjünk akkor tovább az életed folyásában. Ez egy nagyon nagy történet, ami veled történt ott. Istenné a dicsőség és miénk az öröm és a hála, hogy beleszól egy-egy ember életébe, itt most éppen a tiédbe. Ez megváltoztatott mindent, főleg a vele és a környezeteddel való kapcsolatban. Átalakult minden, ahogyan említetted. De hát az ember, ahogyan fiatal ember lesz, előbb-utóbb szerelmes lesz. Így van. Gondolom, te se kerülted el. Nem kerültem és el. És azért az a szerelem, azért az akkor is más, mint ez a szerelem. Persze. Megy a természet is megy a maga útján, miközben a természet feletti, Isten természet feletti jelen léte őrködik fölötte. És ez így volt. Úgy kerültem aztán ugye a Zeneakadémiára, és a diák éveim végére, hogy hát tényleg nagyon kiterjedt szolgálatot végeztem, és ahogy a Kegyelem és Kalmár Szellem című könyvemben írom, ilyen valóságos evangéliumi ketrecharcos voltam, nagyon komoly szolgálatot végeztem, a gyülekezetben is nagyon komoly szolgálatot végeztem, ez még mindig ugyanúgy a Biatorbágyi Keresztény Testvér Gyülekezet, ahova ma is tartozom egyébként, és akkor jött a házasság, és jöttek a gyerekek. Úgy kezdtük, hogy egy albérletben, ahogy az illik, és ugye a diákévek végén az úgy volt, hogy lediplomáztam 1995-ben, júniusban, és augusztusban már a Budapesti Fesztivál Zenekarban játszottam. Tehát az azt jelenti, hogy így az iskolapadból, a foci suliból a Real Madridba igazoltam. Tehát egy igen nagy váltás. Azok kedvéért, akik azért annyira nem ismerik a te pályafutásodat, elmondanád milyen hangszeren? Igen, tehát hegedűn tanultam és Brácsán diplomáztam a Zeneakadémián, és akkor azt úgy kell elképzelni, hogy a sok zárt helyi dolgozat, meg ilyen vizsga, meg olyan vizsga után beültem a fesztiválzenekarba, és a következő szeptemberben már Brüsszelben, Párizsban és New Yorkban koncerteztem a Carnegie Hallban, aztán októberben Tokióban, és már decemberben pedig Hongkongban. Tehát ilyen teljesen mindenféle átmenet nélkül a showbiznisz nagy pályáján találtam magam a zenekar miatt. Tehát, mert a zenekar... Nagypályás zenekar. Egy nagypályás zenekar. Igen. Úgyhogy nagyon, nagyon nagy volt a különbség így az életvitelben. Hát ott is azonnal imakör, bibliakör, meg minden, meg megtértek kollégák. És Istennek dicsőségére. Így van. Így van. Tehát ugyanez ment. Ment tovább. Így van. És a rendes élethívő. A rendes hívő élet. Folyás, így van. És... Ekkor kezdett Isten bemutatkozni nekem másodszor. Először úgy, mint fény. Ezek után úgy, mint árnyék. Mint sötétség. Az Ézsaiás könyvében van, hogy neked adom a sötétség kincseit. Ilyen is van. Máshol meg azt mondja, én vagyok az Úr, aki megelevenítek és megölök. Meg azt mondja, hogy nem csak a hegyek, hanem a völgyek Isten is. És a kegyelem a völgyekben gyűlik össze. Nem a hegycsúcsokon. Fontos a hegycsúcs. Péter is próbált ott sátrat építeni, mert végül is az a jó. Az jó érzéset. Idő és tér elgörbül, új dimenziók, fény, megdicsőülés. Aztán mikor Péter mondja, hogy maradjunk itt, építsünk sátrat, akkor Jézus lemegy, már várja őket a holdkoros.
meg Jézust a sok szenvedés. Az történt, hogy vásároltunk egy házat. Egy idős paraszt házat. Régi nagy álom, gondolom. Hát saját házat, érted, voltam 26 éves. Persze, kicsit még ilyen felújításra szorult, meg minden. De majd mi megcsináljuk. Megcsináljuk. Meg ebben biztattak is, mérnök is megnézte, mondta, tuti minden. Aztán így egy ilyen kölcsönt kaptam, amit szépen vissza is törlesztgettünk, és tényleg nagyon minden jól ment, tuti volt, addig a napig, amikor visszafizettük az utolsó részletet is. Uh-huh. Ez ilyen baráti testvéri kölcsön volt, ne úgy képzeld el, hogy ilyen 25 éves, mert akkor még most is fizetném. Tehát nagyobb tételekben tudtam visszatörleszteni, és amikor az utolsó nagyobb tételt visszatörlesztettem, akkor azon a napon akkor elhatároztuk, hogy felújítjuk ezt a házat, és elkezdjük a szigeteléssel, hogy ne legyen dús. Így le is vertem a háznak a vakolatát, mert gondoltam, hogy rombolni még azért tudok. Szóval és a brácsás áttért a kalapácsra, hát igen. Meg a vésőre. Azért igen, nem féltetted a kezedet? Nem, valahogy, hogy mondja. Isten megadta azt az erőt. Volt egy olyan tulajdonságom, a mai napig megvan, hogy nem kell annyit treníroznom az ujjaimat, hogy jó, tehát tónusba kerüljön. Uh-huh. Tehát azért én mentem úgy hétfőn, nem kedden, csodálatos mandarint játszani Bartóktól, hogy hétfőn még 50 köbméter betont pakoltunk vasba. Ah. És én az egy dolog, hogy alig éreztem a kezeimet, de így a meszet is így próbáltam eltüntetni ilyen alkoholos ízével, hogy ne lássák a kollégák, akik így a budai hegyekből leereszkedtek. Cement. Vagy, tudod? Cement szív. Igen. Igen. Na, és akkor levertem a vakolatot, és láttam, hogy itt valami nagyon nem stimmel, mert a vályog téglák helyett, mintha sár lett volna ott. Uh-huh. Elmosódtak a tégláknak a kontúrjai. Uh-huh. És így belenyúltam, és bele süllyedt az ujja. Uh-huh. Uh-huh. És gondolkodtam, hogy fú, ez nagyon gáz, ez így nincs rendben, jó, hogy jön a kömműves holnap. És akkor így délután kiderült, hogy a kisfiamnak, Ágostonnak valami a csípőjét megütötte, és valahogy úgy ütötte meg, hogy nem tud talpra állni. Akkor ez kórház, mert minimum izület. Nagy fájdalmai voltak. Hát rohantunk János kórházba, Biatorbágyról. Kispolák, tudod, én amúgy is jól nézek ki a Kispolákba. De így, és akkor mentünk. Mint Kozma pici a Kispolákban. Igen. És mentünk, röntgen, minden, tudod, ilyenkor persze a pokolba kívánja az ember a kórházat, meg így, pont most, ott áll a csúcsforgalom, meg jaj, szegény gyerek, és meg röntgenezték, mondták, hogy jóval, rendben lesz, igen, egy kicsit megütötte, de fájdalomcsillapítás is el fog múlni, és akkor mentünk haza, és már sötét volt, mikor hazaérkeztünk, és ilyen gyanús fényeket láttam a villódzó fényeket a házunktól, és döbbenten néztük, hogy így megyünk közelebb, és hogy nincs ott a ház. Jé, az a mi házunknál van, az a sok fény. Az a mi házunknál van. És emberek jöttek, mentek ott, és láttam, hogy a gyülekezetünkből testvérek jönnek, mennek. És kiderült, hogy elmentünk, és rá fél órával egy iszonyatos robajjal összedőlt az egész ház. Tehát úgy, ahogy mondom, időzített. A fal elveszítette a tartóképességét, mert közben a nap, az augusztusi nap, megsütötte, az tűzte, egész nap sütötte, és az a kiszáradt, az a nedvesség. Persze. És a vályog az nem kiszárad, mint a tégla, a kerámia tégla, hanem egyszerűen porrá lett. Elporlott, és elveszítette. És így ledőlt az egész, és a tető és rajta. És kiment a víz is belőle, ami igen. Még eddig tartott. Ennyi, porrá lett. Kész. És akkor így néztem, hogy most akkor ez így hogy. Aznap fizettük ki? Aha. Tehát vettél egy telket, de megnyerted az életedet. Nem is annyira, mert az világos volt, hogy az még iszonyatos pénz lesz onnan elhordani. Eltakarítani. Mint shit. Persze.
minden, ami... Tehát egy egész házat. Na de az életeteteket megnyertétek. És aztán kezdtünk gondolkodni, hogy én ott ülök a fal alatt. Ez egy 60 centis vályog fal. Igen. Ágoston bent volt a gyerekszobában. Arra dőlt rá a tető. Uh-huh. Tehát az egész család meghalt volna. Egy pillanat alatt. Hogyha nem kell rohanni a kórházba. Uh-huh. Tehát akkor már úgy érződött, hogy hát ez azon túl, hogy ez most egy rettenetes történet. Mégis micsoda ajándék. De benne van a szabadítás. Uh-huh. Mint a kereszt. Hogy egy sötét, szégyenteljes veszteség. Azért mondom, hogy szégyenteljes, mert nem tudom, van, aki ezen nevet, hogy ez vicces. Úgy nem vicces. Nem úgy, nem bántómódon. Tényleg vicces. Hát nem Szíriában lakunk, hogy bomba találat érjen. Érted? Így jönnek a szép házak, a takaros házak, minden, és akkor ott van a bolykék, az pedig egy rom. Katasztrófa turizmus volt a faluban. Uh-huh. A csodájára jártak az emberek. Tudom, milyen jó érzés az? De szörnyű volt. És mások meg szörnyűködnek rajta, hogy ez hogy lehet? Tehát, hogy, és persze jött az is, hogy hát biztos azért valami van az életedben, hogyha nem a gyülekezetből, nem a testvérektől. Nem, ők nagyon-nagyon mellettünk álltak végig. De akkor megtapasztaltam, hogy Isten nem véletlenül rombol. Tehát, hogyha Isten ezt nem rombolja le, akkor én azt kozmetikázhattam volna. Költhettem volna rá még milliókat, hogy végül vagy vizesen úgy maradjon, vagy összedőljön. Csak úgy, hogy benne vagyunk. És akkor már esetleg még többen is, több gyerekkel. Tehát, ahogy Ágoston, az Ágostonnal való kórházba rohanás egy kis krízis volt, de egy nagyobb krízis megváltási pontja, hiszen ha nem rohanunk, akkor ott pusztulunk mi. De ott én csak azt élem meg, hogy jaj, nem, megint velünk történik ez, és ki szeret kórházba rohanni a gyerekkel. De aztán megtanultam hálát adni érte, hogy kórházba kellett rohanni. Bizony. Úgy egyre inkább fölsejlett, és azt hiszem az, talán az egész életemre szóló tanúság, hogy a házösszeomlás, mint krízis, is egy szörnyű veszteség, de egy nagyobb történet megváltási pontja. És minden krízis egy nagyobb történet megváltási pontja. És milyen érdekes párhuzam, hogy Jákob harca Istennel a jobbók révénél éppen azzal ér véget, hogy ugye kéri, hogy áldj meg engem, és akkor megáldja őt, de ugye ott illeti, érinti, vagy az új fordítás úgy fogalmaz, hogy megüti őt a csípején, és egy ilyen csípőn való ütés a te esetedben, a szó szoros értelmében. Így van. Micsoda áldás lett, mert hiszen megmentette az életeteket ezen keresztül Isten. Vagy József, ahogy eladják a testvérei, ahogy Egyiptomba kerül, ugye ellenségemnek se kívánom, hogy ezt végigélje, hogy a halálfélelem, aztán ahogy egy kiskamasz vadidegen környezetbe kerül, aztán még ott is bajba kerül, még ott is, csak egyre mélyebbre. Keresztül, egyre mélyebbre, a végén börtönbe. Úgy, hogy teljesen jogosan az lehetett az ő tanúsága, hogy én vagyok az, akivel mindig ez történik. Hogy én vagyok az az ember, aki végül mindig a vesztes. Én leszek az, aki ellen összefog az összes testvére. Én leszek az, aki nem látja többet a szüleit. Én leszek az, akit elárulnak, igaztalanul megvádolva. És én fogok a börtönben rohadni évekig. De ott érted? Volt benne szóval... is az a világító a szívében, ami neked, aki neked, inkább így mondom. Így van. És ez átvitte őt valaki, is ezeken keresztül, és nem háborgott, nem lesüllyedt, hanem inkább még ő adott másoknak is, és amikor, mint a főpohárnak. És amikor a tesói ott vannak, akkor jön rá, hogy az a krízis, az része volt egy nagyobb tervben a megváltásnak. Ti gonoszt gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra fordította. Isten jóra gondolta azt fordítani. Tehát, így van. És én azt gondolom, hogy az egész életem egy gyakorlás. Ennek a begyakorlása. Mert az utolsó összeomlás, az nyilvánvaló az lesz, amikor szembe kell nézzek a halállal.
így van. Nem tudom, milyen az, mert amíg nem tettem meg addig, addig nem tudom. Hogy az... De a ház összeomlást se tudtad. Így van. És az csak szüleid nyilván, válását se nyilván az tudtad. A legutolsó. Így van. És addigra már rutinosan tudnunk kell, ahogy Pál, ő neki olyan rutinja volt ebből, hogy azt mondta, hogy meghalás, hát az nyereség. Hát akkor én Krisztussal leszek együtt. Hát attól ne. A pillanattól. Persze, hát itt vagyok igen. A dutyiban. Összeomlott a szolgálatom. A testbörtönében. Összeomlottak a gyülekezetek, elfordultak tőlem. Összeomlott a szolgálatom, elhagytak a misszió. Elhagytak az Ázsiában hívők. Igen, elfordultak tőlem. Akik csinálják, azok törvénykeznek, látom, mi van a korintusiaknál, galatáknál, de nehogy azt higgyétek, hogy kétségbe vagyok esve. Sőt, azt mondja, hogy tudom, hogy nem sokára kijöntetek, ugye? Hát, Timóteus második levél. Eufémisztikusan. Uh-huh. Tudta, hogy ki fogják végezni. Persze. Tehát ez, mint jövőkép, azért benne szerintem volt. A legmélyebb krízise az embernek. Az, hogy tudod, hogy el fogják venni az életedet. És azt mondja, hogy minden nyomorúságom ellenére csordultig vagyok örömmel. Tehát begyakorolta a hajótöréseken, a megkövezéseken, a szolgálat közben begyakorolta, hogy minden krízis egy nagyobb történet megváltási pontja. És hogy ő akkor Krisztussal lesz. És akkor visszatérve a te életedre, akkor előadásokat tartasz sokfelé, evangelizálsz, hirdeted, nem csak a zenén, nem csak a testvéreiddel együtt egy-egy közös koncerten, éneklésen keresztül, hanem sok-sokféle alkalmon keresztül. Én egyszer hallottam tőled egy mondatot az egyik ilyen előadásodban, ami nagyon-nagyon szíven talált, és nagyon, amíg élek, emlékezni fogok rá, úgyhogy beseperheted a dicsőséget, ami természetesen tudjuk, hogy azonnal megy tovább Istennek, de ez egy csodálatos mondat volt, egy ilyen menekültügy kapcsán tartottál egy előadást, és ott azt mondtad, hogy ne féljünk mi itt Európában, mert olyan ez Isten kezében, mint egy nagy zenekar. Most Európában a hangszerek hallgatnak, de máshol fújják a szólót. Mi itt vagyunk a zenekarban, benne vagyunk Isten tervében, Isten tervének részesei vagyunk. Az, hogy a szóló hangszerek most éppen máshol szólnak, hát nyugodjunk bele ebbe, hallgassuk, nézzük és élvezzük az ottani harmóniát. És tanuljunk tőlük. Így van. Az az igazság, hogy... És aztán, amikor majd beint a karmester, akkor mi következünk. Így van. Az, amiket elmondtam, az is mind csak új gyakorlat volt, mert a házam összeomlását még követte a házasságom összeomlása is. Körülbelül ugyanígy. Ugyanolyan váratlanul, ugyanolyan megfejthetetlenül és kiszámíthatatlanul. És ezt azért akarom hangsúlyozni pont, mert ez egy hasonlóan fájdalmas és hát egy olyan történet volt, amit nem szoktam részletezni, nem szoktam elmesélni, mert élnek a szereplői, és tisztelem, szeretem ezeket az embereket Krisztusban, de nem egy példázat, hanem valami, tehát olyan emberek a részesei, amik miatt én ezt nem szoktam elmesélgetni. De az biztos, hogy egy életre megtanultam, hogy nem az enyém a dicsőség. Hogy én ott azt hiszem, hogy akkor tört össze úgy Isten, hogy nem képzelem azt, hogy a glória a fejemen van. Akkor tört úgy össze Isten, ahogy Vacsmanné mondja, hogy viszont az a kenet kiáradjon. Az olaj. Az kiáradjon. Ezeknek a történeteknek az összessége arra tanított engem meg, hogy tényleg ő munkálkodik. Tényleg ő az, aki kézben tartja az eseményeket, hogy ő fényként és árnyékként is, fényként és sötétségként is meg tud jelenni. És a sötétség kincseit is nekünk adja. Én nekem egy vigasztaló szolgálatom van. Egy olyan szolgálatom, amivel úgy tudok vigasztalni, ahogy én megvigasztaltattam. Én nem vagyok egy ötcsillagos szent, akit mutogatni érdemes. Nem vagyok egy referencia ember. Nem vagyok egy olyan ember, akit példaként kell mások elé állítani. De egy olyan ember vagyok, akit Isten használ. Isten használ a saját tervében. Ő akarta ezt így.
Én nem akartam ezt így, majdnem belehaltam. Vagy ő engedte ő ezt engedte így, ezt nem így. Is biztos, hogy így akarta. Igen. Csak nekem a tudod, a Királyok könyvéből jön ez, mint idézet. Uh-huh. Amikor az a válás megtörtént, Izrael és Júda. Uh-huh. És benne van mennyi ostobaság, benne van mennyi bűn. Benne van mégis Isten fölkenése Jeroboám mellett. És amikor egymás ellen mennének, azt mondja a próféta, hogy álljatok, mindenki szépen menjen haza, mert én akartam ezt így. Ezzel nem azt mondom, hogy ő ilyet akar. Azt se gondolom, hogy ő azt akarja, hogy az a nép, Izrael, amelyiknek pont az a lényege, hogy egybe legyen. Hogy mint ahogy most volt, már újra az összegyűjtetés van. Volt mindig az, hogy Isten megjutalmazza, vagy érted? Szóval, hogy, és a szétszóratás még mindig egy büntetés volt. Igen. És mégis ennek valamiért így kellett megtörténni. És én nekem ebben kellett megnyugodnom, és így kellett tovább mennem. És ezt azért hangsúlyozom, és azért mondom el, mert szeretném bátorítani azokat, akik mélyen vannak. Akik úgy gondolják, hogy lementek a térképről. És erről szól az utolsó könyvem, amit eddig írtam, a Pedig mi azt hittük, hogy össze tud törni minden körülöttünk. Elveszíthetünk nagyon sok mindent. 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 Egész egyszerűen mindent. Mindent. De nem megyünk le Isten számára, akit ő megszólított, elhívott, azzal terve van. Mert hiszen azt mondja, ha a halál árnyékának völgyében járok is, te ott is velem vagy. Úgyhogy ma nagyon sok ember felé mert tudok szolgálni. A völgyek Istene akik is. A legmélyebb kríziseket élik meg, és talán azért tudok feléjük szolgálni, mert sok és mély krízisen vagyok túl úgy, hogy most már tudom, hogy Isten egyik keze öröm, a másik fájdalom, és bármelyikkel ölel magához, közelebb leszek hozzá. Mint Jób. Igen. Annak idején is, mint Jeremiás, aki elmondta, bizony javamra vált a sok így keserűség. Van. Így van. És ez szembe megy azzal a sok-sok bizonyságtétellel és fogyasztó szemléletű kereszténységgel, hogy gyere Jézushoz, és minden jó lesz. Persze, ez egy tömény és jól hazugság. Leszel, és bőséged lesz anyagilag, menni fog a szekér, pörög a kassa, meggyógyulsz, minden jó lesz. Nem ezt ígérte. Nem. Hanem, hogy megőriz, hogy bővölködni fogsz, mint Pál a börtönben. Megőriz a gonosztól. Megőriz a világban, hogy nem kell, hogy elsüllyedj. Igen. És az a békesség többet ér, mint hogy pörög a kassa. De az a békesség ott van 11 éves korod óta a szívedben, átvitt ezeken a fizikai és lelki traumákon, az összeomlásokon, és újból felépít, és megépít, és épül az odafent való ház, amikor már majd innen ezt a földi testet egyszer csak letesszük, mint Attila, nem tudjuk hány évesen, 20 évesen, 45 évesen, 70 évesen, nem tudjuk, Isten tudja, és jó, hogy ezt az ő kezében hagyjuk, addig pedig járjuk azt az utat, hogy ezt a fényt mutatjuk fel mindenhol, mindenkinek, és oda világítunk vele a legsötétebb helyekre, hogy ott is világosság legyen, hogy meglássák az emberek az egyetlen, a tökéletes, az igaz és a helyes utat magát, Jézus Krisztust. Nagyon szépen köszönöm mindazokat, amiket elmondtál, és remélem, és hiszem is, és hogy tudom is, hogy ez sokaknak épülésére lesz majd. Ha esetleg vállalod, és lesz egy másik alkalom, amikor még lesz olyan mondani valód, amivel ki tudunk tölteni egy ilyen órát, akkor nagy szeretettel várlak, és invitálak, hogy légy szíves és jelentkezz. Egy közös imádsággal befejezhetjük ezt, vagy van-e olyan. Még valami, amit szeretnél? Nem, ez mondani? Így. Akármeddig tudnék veled beszélgetni, de... Ezért mondtam, jó, hogy ez jó barátok is vagyunk, és jó testvérek is, azok jó. Mindig az együtt. De jó végszó volt ez, amit mondtál, úgyhogy... Imádkozzunk. Akkor kérlek, hogy imádkozz, és én befejezem. Köszönöm. Áldunk téged, mennyei édesatyánk, hogy Krisztusban testvérek lehetünk. Köszönjük, hogy te végzed a te munkádat, a te kifürkészhetetlen és természet feletti utaidra vezetsz minket. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban, a Golgotai kereszten kifizetted minden bűnünk, minden botlásunk, árát, köszönjük, hogy ezért te szentnek és fedhetetlennek látsz minket. Köszönjük, hogy ezen a véren keresztül tekintesz ránk, és hogy ezen a véren keresztül nézhetünk mi is téged. Köszönjük ezt a békességet, ami ebből a csodából származik.
Köszönjük, hogy éppen ezért minden dicsőség a tiéd, minden, ami értékes, ami maradandó a mi életünkből, az mind annyi pusztán, amennyit te vagy mi bennünk. Légy áldott ezért az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Hódolattal borulunk előtted le, mennyei atyánk, megköszönve a te nagy jóságodat, hogy megengedted fiadnak, az Úr Jézusnak, hogy odaadja önmagát érettünk. Köszönjük az örömkönnyeket, és köszönjük a bánatkönnyeit. Köszönjük, hogy ezek a könnyek, könycseppek mind-mind fel vannak te nálad jegyezve is. Szeretnénk, Uram, újra kijelenteni neked, hogy szeretnénk a te dicsőségedre élni, embertársaink épülésére, megmenekülésére, hiszen sok-sok életet meg akarsz te menteni, szeretnénk ebben a te jó szerszámaid lenni, mint gyönyörű szobrot faragó művész kezében a véső és a kalapács. Bocsásd meg, Uram, ha néha fájdalmat okozunk magunknak, akár a környezetünknek, vagy talán még te neked magadnak is. Szeretnénk inkább örömforrássá válni, amiképpen te is igazi öröm és boldogság forrásává váltál a mi szíveinkben. Köszönjük a megváltást, köszönjük az újjászületést, és köszönjük, hogy ezt olyan sokszor és sokféleképpen mondhatjuk el az embereknek, hogy hiteles legyen, hogy mind-mind te tőled van, és te szervezed, és a te dicsőségedre lesz. Így adunk hálát a mai műsorért is, Lacinak életéért, gyermekeiért, feleségéért. Hálát adunk a zenei tehetségéért, és kérünk, Urunk, hogy mindezekkel téged tudjon szolgálni a te örömödre. Jézusért, fiadért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Amen. Köszönöm a bátorságodat, még egyszer, hogy mindezt elmondtad, és köszönöm a kedves nézők figyelmét. Az Úr Jézus áldása legyen önökön is. Isten áldja mindannyiunkat. Áldás, békesség, viszontlátásra.